bemutatkozik az ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskolája. Ezt a doktori iskolát kollégáink 30 évvel ezelőtt alapították azért, hogy megújítsák a történettudományi doktori oktatást, aminek már korábban is persze nagyon hosszú, az egyetemek múltjába viszonyuló csodálatos története van, de mégis az új körülmények, az új helyzet azt kívánta, hogy immáron újjászervezve jelenjen meg ez a képzési lehetőség mindazok számára, akiket a történelem, a múlt titkai, amiből, a múltból, amire emlékezünk, a történelem titkai érdekelnek. Több mint 100 oktatónk segít ebben, ezek természetesen nem kizárólag a mi egyetemünk oktatói, a több mint 100 témavezető is részben az egyetemről, részben pedig a magyar, sőt, tágabban nyugodtan mondhatjuk azt, hogy adott esetben a világ legnagyszerűbb oktatási intézményéből valók, nyilván persze, hogy zömük alapvetően a magyar oktatási intézményeken, egyetemeken, társegyetemeken, baráti karokon, a múzeumokban, levéltárakban, és természetesen a tudományos kutatóintézetekben, és részben a Tudományos Akadémia intézményeiben működnek, és az ő segítségükkel találja meg minden hallgató azt a témavezetőt, aki azután őt kezét fogva, a munkáját segítve őt elirányítja azokban a kutatási témákban, amelyek a jelentkezőket érdeklik. Nagyon fontos, hogy a mi karunk 4 fontos történeti intézete adja a törzs csapatot. A Történeti Intézet, a Régészeti Intézet, az Ókortudományi Intézet és az Orientalisztikai Intézet. Tehát elsősorban ezekre a tanszékekre támaszkodik az oktatás. A tematikai kínálat pedig rendkívül széles, azt kell, hogy mondjuk, hogy szinte nem is nagyon tudunk elképzelni olyan történeti témát, amit valamiképpen a mi rendszerünkben, a mi hálózatunkban ne lehetne vizsgálni. A közel 20 oktatási program valóban szinte minden lehetséges témát lefed. Az egyetem és a magyar történelem kronológiailag megközelített korszakaival ugyanúgy lehet foglalkozni, például az ókor történettel, a koraújkorral, az új és jelenkori egyetemes vagy magyar történelemmel, de ugyanígy lehet találni és keresni úgynevezett tematikus programokat, tehát amikor nem az idő és a hely, hanem a téma maga köti össze azokat az információkat, amelyeken belül a kutatás zajlik. Ezek az úgynevezett tematikus programok időben és térben is átmetszhetik a különböző történeti megközelítéseket, például az Atelié interdisziplináris tanszékünk, vagy például a Művelős Történet, vagy a Gazdaság és Társadalom Történet, ilyen interdisziplináris megközelítéseket, tehát tudományközi, sok tudomány tudását, impulzusait fölhasználó programokat kínálnak. Valamint természetesen a rokontudományok is megjelennek, hiszen az előbb említettek folytán, ugye van egy csomó téma, mint egy kicsit kilóg a történettudományból, például az etnológia, a régészet, az asszirológia, vagy a hebraisztika, judaisztika területén, amelyeket tehát nagyon széles ívben lehet hozzá csatolni más tudományágak nagyszerű lehetőségeit és segítségét, hogy azután maga a történeti doktori dolgozat megszülessen. Angol munkanyelvi képzésünk is van, tehát ugyanezeket a programokat el lehet úgy végezni, hogy a jelentkező diák angol nyelven szerzi meg az alapinformációkat, a szakirodalmat, órákat tud látogatni angol nyelven, és angol nyelven tudja teljesíteni a kötelező dolgozatokat ér, illetve vizsgázik. Különböző finanszírozási formák vannak, itt ugye más a hazai diákoknak, illetve az EU-s diákoknak, elsősorban az állami ösztöndíj és az önköltséges képzés az, ami lehetőséget ad. Még az Európai Unión kívüli diákok felhasználhatják a Stipendium Hungaricum ösztöndíj programot, ami a széles világon ugye ad lehetőséget, tényleg bárki számára, akit ez érdekel, hogy olyan ösztöndíjhoz jusson, ami azután fedezi a magyarországi tanulmányi költségeket. De ugyanígy a diaszpora felsőoktatási ösztöndíj program is segíteni tud. Ez kifejezetten azoknak a magyaroknak van, akik határokon túl, sőt határokon kívül a nagyvilágban, az úgynevezett magyar diaszporában élnek, de úgy döntenek, hogy Magyarországon szeretnének történeti doktori iskolát végezni. A felvételi vizsga alapvetően egy szóbeli interjú, egy beszélgetés arról, hogy mi érdekli az, illetve mi az, ami őt vonza, hol keresi azokat a témákat,
amelyekre, ha választ megtalálja, akkor úgy érzi, hogy hozzájárult valamivel a közösség életéhez, működéséhez. Nagyon fontos számunkra a téma megalapozottsága, a korszerűsége. Ez a beszélgetés során az egyik lényeges szempont. Ugyanígy fontos a szakmai teljesítmény, tehát látnunk kell azt, hogy van tudás, van mondjuk így a hétköznapi ténytudás, de van egy kombinatív mozzanat is, tehát azt is tudják jelezni a diákok, hogy adott esetben milyen irányba szeretnének a képzés során tovább menni, és hogy van erre a készségük megfelelő. Továbbá nagyon lényeges, hogy lássuk azt, hogy korábban mit tettek le az asztalra. Ma már egyébként diákok jelentős része már egyetemista korában elkezd publikálni, részt vesz kutatócsoportokban, és ilyen módon érzékelni tudjuk a minőséget, azokat az alapokat, amelyek azután azt biztosíthatják, hogy majd, ha jól megtalálja a témát, és jól érzi magát a kutatás során, akkor nagyszerű eredmény születhessen. Az aktuális témakiírásokat novembertől lehet megtalálni a doktori.hu weblap felületén, és ott szerepelnek a felvételi körülmények, követelmények, tehát mindaz, amit tudni kell angolul, magyarul természetesen. Előfordulhat persze az is, hogy egy-egy program annyira speciális, hogy ott különleges feltételeket is teljesíteni kell. Például mondjuk a zenei típusú programoknál előfordulhat, hogy bizonyos zenei alapképzésre szükség van ahhoz, hogy valaki mondjuk egy opera történetet, vagy egy hangszeres zene történetet, művelődés történetet egy megfelelő szituációba el tudjon helyezni. A doktori képzés felépítési ábrája, ez is megtalálható a honlapokon, ugye jelzi azt, hogy igen, két nagy szakaszról van szó. Az első szakaszban négyfélen át, mint egy klasszikus szakmai kurzusokat kell teljesíteni, de már elindul a kutatómunka is, majd pedig ennek eredményeképpen a komplex vizsgát kell letenni. Tehát az összes 8 fél évnek az első fele ilyen módon zajlik. A komplex vizsgán egyszerre kell mondjuk egy klasszikus szigorlati típusú feladatmegoldást bemutatni a bizottságnak, másrészt pedig be kell számolni arról, hogy hol tart a kutatásban az illető. Természetesen mindegy, hogy hol tart, de azt pontosan meg kell mutatnia. Ezek általában prezentációkkal, számítógépen is prezentációkkal zajlanak, hogy jól mutassák azt, hogy az irodalom feldolgozásban, a forrás megtalálásban és a szöveg előállításban hol tart az illető. A második szakaszban a kutatásra helyeződik a hangsúly, illetve olyan feladatokat kell ellátni, például cikkeket bemutatni, részt venni az oktatásban, szakmai gyakorlatot szerezni, például múzeumokban, vagy egyéb közművelődési intézményekben, vagy közoktatási intézményekben. Tehát ezek révén kell fölhalmozni azt a kreditmennyiséget, amire szükség van, alapvetően összesen 80 kreditet kell megszerezni a 8 fél év során, majd pedig az abszolutórium megtörténik, tehát a 4 fél év összes vizsga és feladat követelményét az illető végrehajtotta, akkor lezárul ez a szakasz, és immáron kezdődik magának a disszertációnak a megvédésű, mert a szerencsés esetben valaki olyan ügyes, hogy már az abszolutórium idején már a kézirata is készen van, de akkor még van azért ideje, hogy a kéziratot megírja, és ennek végbe menjen a kutatóhelyi vitája, ez nagyon fontos, ezt általában az illetékes tanszék szervezi, hogy még egy végső kontroll legyen. Olyan 80% táján van a disszertáció, akkor már ezt érdemes megcsinálni. Majd pedig maga a védés következik, ennek gyönyörűen rögzített konkrét szabályai vannak, egy nagyszerű bizottság megvizsgálja opponensek, megvizsgálják a teljesítményt, amit meg kell védeni, tehát nem véletlen az elnevezés is, majd pedig ennek eredményeképpen megszületik a fokozat elnyerését biztosító végeredmény. Mit nyújt a doktoriskola? Egy gyönyörű hosszú listát lehet majd elolvasni a honlapokon, hogy mi mindenről van szó, nyilván a téma vezető segít. Ugye az egyetem teljes infrastruktúrája, minden kapcsolati rendszere támogatja a doktori hallgatót, pláne hogyha ösztöndíjakkal például külföldre, vagy olyan helyekre pályázik, ahol ugye ott tartózkodás kell, hogy a forrásokat föltárja. Az egyetem
ajánlólevelei megfelelő biztosítékot adnak arra, hogy a fogadó intézmények ilyen módon tudatában legyenek annak, hogy tényleg jól felkészült és nagyszerű hallgatók érkeznek hozzájuk. Ugyanilyen módon tud abban segíteni az egyetem, hogy például a társintézményekben, hogyha olyan kreditekre van szükség, amelyekhez oktatás kell külföldön, vagy stb. Ezt mind-mind-mind az egyetemi kapcsolatok révén biztosítani lehet. De az egyetem nagy infrastruktúrája a könyvtárakon keresztül lényegében a világ összes fontos társadalomtudományi adatbázisához a hozzáférést biztosítja. És így tovább, és így tovább, és így tovább. Még arra is van lehetőség, hogy például együttes doktori képzés történjen más külföldi egyetemekkel, és akkor a végeredmény lenyűgöző, mert nem csupán mi nálunk szerez doktori címet az illető, hanem a másik egyetemen is, ami különösen fontos lehet olyankor, hogyha olyan tervei vannak, hogy azután egy másik nyelvi környezetben, egy más kulturális, igazgatási környezetben szeretne érvényesülni, és állás lehetőséget találni a hallgató. Mindezek alapján a legmelegebben ajánlhatom én is bárkinek, akit a múlt történetei érdekelnek, hogy jelentkezzen az ELTE BTK történettudományi doktori iskolájába. Még a honlapokon sok fontos és szép információt találhatnak a jelentkezők, akiket a doktori és tudományszervezési iroda segít abban, hogy az adminisztratív feladatokat is meg tudják oldani. Örömmel várunk mindenkit, nem fogja megbánni, ha ide jelentkezik.